Hogyan versengenek a nagyhatalmak a csendes óceáni térségben? Mi lesz Tajvannal? Meddig megy el az USA és Kína? Miért egyre szorosabb a kapcsolat Vietnám és a Fülöp-szigetek között? Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre keresjük a választ. Üdvözlöm Önöket, Ján Kászpár vagyok. Ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Bukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kezdjük az első témánkkal. Németország, az Egyesült Államok vezette dél-koreai ENSZ parancsnokság, UNC új tagja. Boris Pistorius védelmi miniszter azt közölte, hogy a lépés egyértelmű jele országa elkötelezettségének az indo-csendes óceáni térség békéje és biztonsága iránt. Az 1950 és 1953 közötti koreai háború óta az ENSZ parancsnoksága felelős azért, hogy az akkor kialkudott tűzszüneti feltételeket betartsák. Ez a parancsnokság dönt az Észak-Koreával közös demilitarizált övezet dél-koreai oldalán. A katonai ütköző zónát a koreai háború végén hozták létre a félszigeten, a 38. szélességi fok mentén, mintegy 240 km hosszan, és ma ezt képezi a tényleges határt. Bruce Bennett, a RAND Corporation vezető védelmi elemzője azt mondta, minél több erő áll rendelkezésre Dél-Korea megsegítésére, annál jobb az Egyesült Államoknak, ha a Tajvanon és Koreában is konfliktusok lépnek fel. A parancsnoksághoz való csatlakozással Németország reméli, hogy Dél-Korea is jobban támogatja Ukrajna védelmét az orosz agresszióval szemben, lőszerek és más fegyverek küldésével, mondta Bennett. Most szerintem itt két kérdés van. Az egyik az talán, hogy mi is pontosan ez a parancsnokság, ugye ez egy régóta létező struktúra. Kezdjük talán azzal, a másik természetesen az lesz, hogy mit keresnek benne a németek. Kezdjük az első kérdéssel. Ugye maga a parancsnokságnak az a feladata, hogy fenntartsa a békét a tűzszüneti vonal mentén. Ennek az ellenőrzése, illetve folyamatosan persze az észak-koreai erőknek a figyelése, ez egy fontos feladatai közé tartozik. De hogyha valaki emlékszik még rá, nem olyan régen még Dél-Koreában nem volt valami túlságosan demokratikus viszonyrendszer. Valójában egyfajta katonai diktatúrával működtették a Dél-Koreai államot, és hosszú évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy a rendszer valamilyen úton, módon változzon. Az ezzel való, tehát a dél-koreai éppen aktuális rezsimekkel való kapcsolattartás is ugye a fő feladatai közé tartozott ennek a parancsnokságnak. Na most itt az elmúlt időszakok, például a tegnapi napon japán meg amerikai képviselők tettek közé egy nyilatkozatot azzal kapcsolatosan, több tucatnyian, hogy jó lenne, ezek a progresszív ágát képviselik mind a japán parlamentnek, mind pedig az amerikainak, amelyek arról szólnak, hogy jó lenne, hogyha a diplomáciai megoldásokat előtérbe helyeznék a helyet, hogy folyamatosan eszkalálják a konfliktust. A németeknek a megjelenése nem azt jelenti, hogy könnyebbedne a helyzet, mert minél több szereplő jelenik meg egy ilyen adott térségben, annál bonyolultabbá válik a viszonyrendszer. Igen, de itt talán az a lényeg, hogy a németek egy amerikai jellemző szerint a németek azt remélik, hogy így, hogy csatlakoztak ehhez a parancsnoksághoz, több támogatás jut majd Ukrajnához. Őszintén szóval nem értem a kapcsolatot a két információ között. Igen, van egy ilyen olvasata is a történetnek. Itt igazából én arra gondolok elsősorban, hogy a németek szempontjából a térség azért fontos, mert Dél-Korea azért elég fontos szerepet tölt be az ellátási láncok tekintetében, főleg itt a félvezetőkre gondolok, és itt az ukránokra való hivatkozás, és úgymond, hogy a Berlin csatlakozott ehhez a parancsnoksághoz, és elvárt cserébe valamit Szöultól, azt én se teljesen értettem. Itt arról van szó, hogy Dél-Korea korábban is adott némi támogatást Ukrajnának, viszont ez konkrétan fegyverek tekintetében nem nyilvánult meg, és ezt várnák el a németek azért cserébe, hogy csatlakoznak a parancsnoksághoz. Viszont itt érdemes a dél-koreai helyzetre egy kicsit jobban kitérni. Itt igazából, ha az 50-es éveket megnézzük, ugye a koreai konfliktus esetében, amikor az északi és a déli terület először
konfliktusba került egymással, akkor a két terület a globális GDP nagyjából 0,4%-át tette ki, most Dél-Korea önmagában 1,5%-ot tesz ki, és ha megnézzük a szöuli régiót, ugye ott dolgozik a dél-koreai népességnek a döntő többsége, és a feldolgozóiparnak nagyjából 40%-a koncentrálódik ebben a régióban, másfelől viszont az országnak a csipellátását 81%-ban biztosítja ez a régió, és itt probléma, hogy Észak-Korea szempontjából ez időtávolságon belül helyezkedik el. Szóval én itt inkább a félvezető technológiára és a félvezető ipari ellátási láncokba látom problémát a német részről. Tehát ipari érdekek miatt jelenik meg ott Németországban, és több fegyverszállítást is vár cserébe a dél-koreaiaktól, jól értem? Hát a Dél-Korea eddig ugye fegyverszállításokban Lengyelországban jeleskedett elsősorban. Ugye a lengyelek gyorsan kerestek egy új lehetőséget annak érdekében, hogy lehetőleg minél gyorsabban, minél pontosabban kaphassák meg a fegyvereket. Nekik ezek a rheinmetallos szerződések, illetve az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok irányából érkező szállítások, ezek túl későek, tehát hogy ez 28-ra, 29-re, 35-re megérkezenek ezek a fegyverek, ezek nekik nem voltak megfelelő. Ugye ezért kötöttek a dél-koreaiakkal szerződéseket, és ugye így indul be amúgy egy dél-koreai hadipari kapacitás bővítés történik Lengyelországban is. Vagyis, hogy rendelkeznek ilyen jellegű plusz képességekkel, ugye eddig nem halálos eszközöket és fegyvereket szállítottak Ukrajnának, de tartózkodtak attól, hogy ilyen jellegű fegyverzettel, tehát halálos fegyverzettel ellássák Ukrajnát, nem nagyon akarják magukat ebben a konfliktusban mélyebben belerántani. Egy szempont érthető is, vagy üzletet látnak ebben, amit a lengyelekkel, meg más európai partnerekkel meg tudnak valósítani, tehát az üzlet az mehet, viszont az, hogy tovább gyengítsék mondjuk a saját államukat, akinek amúgy különben észak vetétársa is problémát okozhat, és valamikor majd meg kell védeni magát, ez egy fontos kérdés, közben üzeneteket is kaptak, tehát ugye G.D. Vance és Trump is üzent avval kapcsolatosan, hogyha Észak-Korea ellen meg akarják magukat védeni, akkor a dél-koreaiaknak jobban oda kellene figyelni, több katonát kellene felszerelni, több pénz kell, hogy egy jól működő gazdaságról van szó, ő hozzájuk képes az észak-koreai gazdaság elhanyagolható, tehát ők elég erősek és gazdagok ahhoz, hogy saját magukat megvédjék, ha viszont ehhez pluszba amerikai segítség kell, akkor pedig azok legyenek olyan kedvesek, és akkor adjanak értem meg fel a pénzért, a védelemért pénzt. Még egy fontos dolog, hogy az észak-koreai és a dél-koreai képviselők egy jelentős része, főleg akik ellenzékben vannak, azok kikérik maguknak azt a lehetőséget, hogy valamilyen úton, módon katonailag az ő tevékenységüket összekapcsolják a tajvani eseményekkel. Tehát, hogy ne kelljen feltétlenül Dél-Koreának reagálni valamire, ami a Tajvanon történik, és hogy a dél-koreai hadsereg ne legyen összekötve a tajvani haderővel, vagy a tajvani haderővel szövetségben lévő különböző csoportokkal is. Hasonló jelenséget lehet látni Japánban is, ahol szintén az ellenzéki képviselők hasonló véleményen vannak. Tehát most jelen pillanatban az éppen kormányzaton lévő japán vagy koreai politikusok azok támogatják a még szorosabb szövetségnek a létrehozását az Egyesült Államokkal, és a tajvani eseményekre való történő reagálást, viszont az ellenzék pont ebben látja a lehetőséget arra, hogy teret tudjon nyerni a fenyegetéssel szemben. Igen, nagyon érdekes. Természetesen ebben a térségben Dél-Korea az Egyesült Államoknak a szövetségese. Bár Szöul, ugye, amikor az ukrajnai helyzetről szól, akkor a legelején azt mondták, hogy nem kívánják fegyverekkel ellátni Ukrajnát, aztán egy picit összetettebb lett ez az álláspont, változott is, azt mondták, hogy csak muníciók, de nehéz fegyvereket nem. És természetesen az északi szomszéd, Észak-Korea inkább Moszkva és Peking felé húz. Most hol áll pontosan ez a kérdés a dél-koreai támogatása Ukrajna felé? Jelenleg itt említésre is került, hogy halálos fegyvereket nem szállítottak közvetlenül Ukrajnának, de a lengyelekkel próbáltak valamilyen dílt, valamilyen üzleti lehetőséget teremteni ebben a tekintetben, és Észak-Korea Moszkvába jelentős mennyiségű lőszert szállított, ugye volt Putyin és Kim Jong-un találkozó nemrégiben, és lényegében Moszkva azért nagy,
nagyon örült ezeknek a lőszereknek, még ha nem is a legmodernebb technológiával felszereltek. Azonban itt érdemes kitérni arra, hogy jelenleg egy koreai konfliktus a világgazdaságban sem Kínának, sem az Egyesült Államoknak, sem Európának nem érdeke. A Bloomberg tett közzé egyik héten egy felmérést, hogy ha esetleg a mai nap kitörne egy koreai konfliktus az 50-es évekhez hasonló intenzitás mellett, akkor a globális GDP nagyjából 3,9%-kal csökkenne, és ebben benne van a kínai amortizáció és az Egyesült Államok gazdasági zsugorodása is. Szóval én azt gondolom, hogy egyelőre a koreai félszigeten eszkalációtól nem kell tartani, igaz, hogy mióta van ez az észak-déli megosztottság, azóta nem beszélhetünk a koreai félszigeten egy nyugodt helyzetről, viszont az orosz-ukrán háború tekintetében fennmaradt továbbra is az a helyzet, hogy Észak-Korea, Kína és az Oroszország szövetségese, míg Dél-Korea inkább Ukrajna közvetve és közvetlenül az Egyesült Államok szövetségese. Alezredesúr, csak egy kérdés Dél-Koreával kapcsolatban, de tényleg csak röviden. Sokszor említik azt, hogy az ukrajnai konfliktusnak úgy érhet vége, hogy kitalálnak valamiféle koreai megoldást. Ez mit jelent pontosan? Hát ugye az azt jelenteni, hogy igazi békekötésre nem kerülne sor, hanem csak egyfajta fegyverszüneti megállapodást kötnének, és akkor nagyjából mindenki megpróbálná a fegyvereket mondjuk egy 30 kilométer távolságra kivonni a nehéz fegyvereket a frontvonalból, és akkor várhatnánk az elkövetkező időszakban, hogy különböző szintű incidensek történnek meg, és esetlegesen ott valamilyen ENSZ ellenőri csoport próbál ezeket az incidenseket valamilyen úton, módon figyelemmel követni. Hát ez korábban már megtörtént. ENSZ ellenőrök ugye figyelték a Donbaszban zajló incidenseket is, és avval messzebbre nagyon nem jutottunk, mert az incidenseknél igazából nem nagyon említették meg, hogy melyik fél az, amelyik éppen az incidenseket elköveti, tehát a számontartás az szépen haladt előre, de ott is politikai szándékok voltak azzal kapcsolatban is, hogy valaki hogyan értelmezze ezt a részét. És akkor itt van egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy egy idő után itt ezek a nemzetközi szervezetek kezdik elveszíteni a komolyságukat, mert jól látható módon, ahogy már sportban is látjuk, a kultúrában is látjuk, politikai szándékok alapján hoznak döntéseket ezek a szervezetek, és nem pedig a korábban meghatározott, mondjuk nemzetközi jogi normák alapján tájékoztatnak, vagy hoznak döntéseket, vagy állapítanak meg különböző helyzeteket. Haladjunk tovább. Ausztrália fontos megállapodást kötött Washingtonnal és Londonnal. Lássuk, hogy miről szól pontosan. Ausztrália mérföldkőnek számító nukleáris védelmi megállapodást kötött az AUKUS szövetségeseivel, azaz az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával. A megállapodás célja, hogy lehetővé tegye a nukleáris berendezések és technológia átadását az ország tervezett flottája számára. Ez a három országot összekötő 2021-es AUKUS biztonsági paktum legújabb előrelépése. Paul Keating volt ausztrál miniszterelnök az ABC-nek adott interjújában azt mondta, ezzel a megállapodással Ausztrália az Egyesült Államok 51. államává és Kína célpontjává válik. Most azt védjük, hogy az AUKUS-ban vagyunk. Ha nem lenne egy olyan agresszív szövetségesünk, mint az Egyesült Államok, amely agresszív másokkal szemben, a térségben, akkor senki sem támadná Ausztráliát. Jobb, ha békén hagynak minket, mondta Keating. Kína pedig határozottan ellenzi ennek az angol száz szövetségnek a nukleáris együttműködés irányába történő fejlődését. Míg Oroszország szerint az ázsiai csendes óceáni térségben nincs helye a zárt katonai és politikai szövetségeknek. Nos, angol száz tengely mindenütt, a csendes óceáni térségben is, ez talán nem meglepő, bár itt nukleáris, védelmi, nukleáris megállapodásról van szó, azért átléptünk egy szintet. Miről szól pontosan ez? Lényegében ez már egy régóta húzódó történet, ami most kezd gyakorlati és jogi szintre lépni. Ugye 21-ben alapították meg ezt a védelmi paktumot. Ausztrália, Egyesült Államok, Egyesült Királyság,
ez a hármas tengely. Egyébként itt érdekes egy kitérést tenni, hogy talán tavaly évvége fele volt még egy olyan röpke hír, hogy Japánt is szeretnék behúzni ebbe a szövetségbe, csak ott azóta nagy a csend, úgyhogy lehet, hogy ebből végül nem lesz semmi komolyabb. Ugye Japán már a Quadba, a India, Egyesült Államok, Japán-Ausztrália szövetségbe, a négy oldalú biztonsági párbeszédben benne van. Lényegében arról szólna ez a megállapodás, hogy nukleáris tengeralattjárókat kapna Amerikától Ausztrália, viszont itt a technológián van a hangsúly, azt Rolls-Royce biztosítaná, és az lenne a cél, hogy 30 éven belül az ausztrálok tudjanak saját ilyen tengeralattjárókat gyártani. Ez nyilván a védelmi képességeit növelni az ausztrál seregnek, amely egyébként se gyenge a térségben, viszont itt bázisok építéséről is szó van Ausztrália körül, és az egykori miniszterelnök ezt nehezményezte, mert Kínának azért ez egy elég nagy biztonsági fenyegetés, ha a kínai stratégiai érdekeket nézzük, és egyébként is az indocsendes óceáni térségben láttuk Tajvan és Japán esetében, hogy Kína nem fél egyébként reagálni. Az ausztrál védelmi és külügyminiszter volt nemrégiben Washingtonban, tárgyaltak Joe Bidennel és Kamala Harris-szel erről a potenciális megállapodásról, meglátjuk, hogy az elkövetkező hetek ebbe a tekintetben mit hoznak. Igen, tehát a kínaiak teljes mértékben elítélték ezt a lépést, eszkalációnak nevezték, veszélyesnek, és a többi, hogy nem egyezik meg a nemzetközi joggal. Mit lehet erről mondani? Hát azért Ausztrália eddig is Amerika egyik legfontosabb szövetségese volt mindenfajta külföldi misszióban. Az ausztrál haderő az jelentős mértékben részt vett és támogatta az amerikai műveleteket, tehát nem várható volt, hogy ez még szorosabbá válik majd ez az együttműködés, és aki emlékszik még az afganisztáni ügyekből, ugye komoly belpolitikai vihart is kavartak az ott lévő ausztrál katonáknak a vérengzései, amiket elkövettek ott amúgy polgári lakosság ellen. Ugye az ausztrálok az egyedüliek, akik ki is vizsgálták ezeket az ügyeket, a többi országban nem nagyon volt erre valamilyen úton módon törekvés. Ugye az első szigetlán stratégiát próbálja működtetni az Egyesült Államok, ami megpróbálja lezárni a japán szigetvilágtól egészen Malajziáig, megpróbálja lezárni a dél-kínai tengert és Kína elől. Ebben ugye fontos szereplők vannak, viszont azt tudjuk rá mondani, hogy azoknak tehát az Egyesült Államoknak az ereje, a katonai ereje ettől több ezer kilométerrel távolabb van. Tehát ahhoz, hogy komoly hatást tudjon gyakorolni, ez a távolság, ez a logisztikai képességeit is megnehezíti, ezért van az, hogy bázisokat telepítenek például a Fülöp-szigetekre, és megpróbálnak hadianyagot felhalmozni is. Ez zajlik amúgy Ausztráliában is, ahol ezek az új bázisok, amelyek amerikai bázisokként kerülnek megnyitásra, elsősorban például raktárbázisok lesznek annak érdekében, hasonló, ami Izraelben jött létre, annak érdekében, hogyha kitör egy háború a Közel-Keleten, akkor az Egyesült Államoknak megfelelő mennyiségű harcanyag álljon rendelkezésre ott helyben, és ne kelljen gyors reagálással ezeket az eszközöket oda hordani. Tehát az Egyesült Államok úgy tekint Ausztráliára, mint ennek a hátországára, tehát egy közeli hátországa a térségben, aki ráadásul egy erős, katonailag erős szövetséges és technológiailag egy fejlett államról van szó, és megpróbálják minél inkább közelebb hozni magukhoz. Aki az öt szemet nagyjából ismeri, tehát az angolszász államoknak ezt a belső zárt hírszerzői közösségét, az pontosan tudja, hogy az angolszászok egymással sokkal szorosabb együttműködéseket alakítanak ki, akár a NATO-n belül is, mint bármilyen más szereplőkkel, tehát ennek az angol világnak az erősítését látjuk az Egyesült Államok kapcsán, hogy ezt még komolyabban gondolják, és ugye szó volt róla, hogy itt a japánok is szóba kerültek, és amúgy más szereplők is szóba kerültek, hogy egyfajta csendes óceáni NATO-nak a létrehozását tervezik, amit természetesen se Oroszország, se Kína nem néz jó szemmel, úgy gondolják, hogy ilyen típusú szövetségeknek ott nincs helye, de aki figyelte akár csak a NATO-nak az elmúlt időszakban lévő nagyobb üléseit, tehát akár a Vilniusit, akár a Washingtonit, akkor az láthatta, hogy itt már folyamatosan ezek a távol-keleti országoknak a képviselete már a NATO üléseken ott van, az egyeztetéseken részt vesz, és rendszeresen
hackerszintű gyakorlatokat tartanak, ami az együttműködésnek az egyre inkább történő elmélyítését jelenti, tehát gyakorlati szinten is zajlik ezeknek a katonai erőknek az egybekovácsolása. Mit reagálhat erre Kína? Mi várható? Mit tudnak lépni? Mert eddig csak a diplomácia reagált, de az, hogy mi van pontosan a térségben, hogyan jelenik meg ott a kínai hadsereg, hát gondolom itt egy ilyen féle titkos harc folyik a szolgálatok között, de ebből nem látunk sokat. Mi a kínai stratégia ebben a térségben, Ausztrália körül? Itt lehet, hogy érdemes a tajvani stratégiát elővenni. Ott ugye általában, hogyha az Egyesült Államok vagy valamelyik nyugati hatalom úgymond előre nyomul, idézőjelesen, és sérti Kína úgy ítéli meg, hogy sérti a stratégiai érdekeit, akkor rendszerint napokon vagy heteken belül sor kerül egy hadgyakorlatra, vagy valamiféle ehhez hasonló incidensre, mint figyelmeztetés, hogy Kína azért a stratégiai érdekeit még tovább része előtt tartja, még ha súrlódik is a nyugati blokknak az érdekeivel. Itt Ausztrália esetében egyelőre még nem láthattunk ilyet, de ez nem azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban erre ne lenne példa. Egyébként itt a washingtoni NATO csúcsra érdemes visszakanyarodni, ahogy itt szó volt az előbb is róla. Ott született egyébként egy közös nyilatkozat, hogy ezt a térséget az Egyesült Államok sokkal inkább a maga érdekei között fogja tartani, főleg itt Ausztráliára, Tajvanra, Új-Zélandra és Japánra gondolva, és ennek a lépéseit látjuk most a térségben. Rendben, köszönöm. Most tartunk egy rövid szünetet, azután azzal folytatjuk, hogy változatlanul magas a feszültség a dél-kínai tenger térségében. Maradjanak velük! Folytatódik a Láncreakció adása Vukics Ferenccel és Mijálovics Zoltánnal, és ahogy megígértük a szünet előtt, lássuk, hogy mi történik a dél-kínai tengeren. A stratégiai szempontból fontos dél-kínai tengeri térségben augusztus első felében változatlanul fennállt a feszültség. Ifja Ferdinand Marcos, Fülöp-szigeteki elnök elítélte a kínai légierő akcióit a mindkét ország által igényelt dél-kínai tengeri vizeken, indokolatlannak, törvénytelennek és vakmerőnek nevezve azokat. Manila és Peking azzal vádolta egymást, hogy megzavarták hadseregeik műveleteit a Scarborough zátony körül, ami az első olyan incidens Marcos 2022-es hivatalba lépése óta. A kínai hadsereg déli szintér parancsnoksága azzal magyarázta akcióit, hogy a Fülöp-szigetek megzavarta kiképzését és illegálisan behatolt a kínai légtérbe. Eközben augusztus 9-én a Fülöp-szigeteki és vietnámi parti őrség tűzoltási és kutatómentő egységei először tartott közös gyakorlat Manila partjainál. Úgy tűnik tehát, hogy Vietnám és a Fülöp-szigetek összefog Kína ellen. Marcos Fülöp-szigeteki elnök januári vietnámi látogatása során a két ország megállapodott abban, hogy megerősítik együttműködésüket a dél-kínai tengeren, és békésen rendezik a tengeren történt incidenseket. Valami talán egy viszit meglepő is gondolom a nézők számára is az lesz. Ha jól tudom, másfél hónapja, két hónapja Vlagyimir Putyin orosz elnök Vietnámba látogatott, és az a közvélemény, hogy Vietnám inkább Oroszország felé húz, de a tények alapján hát egyáltalán nem azt látszik, sőt, ugye a térségben egyik fontos szövetségese az Egyesült Államoknak Fülöp-szigetek, és most úgy tűnik, hogy kialakítanak egyféle tengely a vietnámiakkal. Mi történik? Ugye a Fülöp-szigeték és nemrégiben még azért inkább egy inkább semleges álláspont felé próbáltak tendálni. Az új kormányzat az, amelyik megpróbál mindent, tehát az amerikai érdeket teljes mértékben kiszolgálni. És az amerikaiak ugye a Vietnámmal kapcsolatban is tettek ígéreteket. Egy érdekes jelenség, hogy egy évvel ezelőtt még F-16-osokat is ígértek a vietnámiaknak, abban az időszakban, amikor a NATO tagállam Törökországnak meg leállították az ezzel kapcsolatos szállításokat, és azt mondták, hogy ők nem kaphatnak ilyet, viszont a
a vietnámiaknak tettek egy ilyen jellegű ajánlatot. Én úgy gondolom azért, és miért olyan nagyon fontos, hogy a Vietnám valamikor vívott háborút Kínával, és miután egy viszonylag erős hadserege van a térségben, nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ezt a haderőt valamelyik irányba tendálni, tehát valamelyik erőcsoport mellé rakni. Én azt gondolom, a vietnámok továbbra is eléggé ravaszak. Tehát, hogy de attól nem kellett tartani az elmúlt időszakokban, hogy pontosan ki lehetett ismerni az ő elképzeléseiket, akár a gazdasági életnek a felépítésében, vagy a külpolitika, amiket tettek, azok nem tették annyira kiismerhetővé pontosan, hogy a vietnámiak merre felé szeretnének menni. Egy biztos, hogy megragadják a lehetőséget arra, hogy egyfajta ellensúlyként jelenjenek meg, és szerintem várják a jobb ajánlatokat. Tehát, hogy jobbról és balról is érkeznek az új és újabb ajánlatok, és ők megvárják, amíg valaki a lehető legjobb ajánlatot teszi a számukra. A Fülöp-szigetekkel való együttműködést is én még azért kérdőjelesnek tartanám. Az, hogy láttunk itt különböző erőket, mongolok is voltak, mit tudom én, alaszkai hadgyakorlatokon, ettől még nem lett Mongólia az Egyesült Államok első számú szövetségese sem. Az viszont jót tesz a térségnek, hogyha különböző országok a határvitáikat, meg a területi vitáikat, azt megpróbálják döntő részében inkább diplomáciai úton megoldani, és egymás között rendezni, az szerintem mindig előremutató. Értem, tehát akkor Vietnám akár a jövőben újra közeledhet Kínához, vagy Oroszországhoz, tehát ez még nem kész tény, hogy ők átmentek a nyugati blokkba, de jelenleg, ha megnézzük a térképet, akkor azt lehet mondani, ha bár sokkal erősebb természetesen a kínai flotta, meg hadsereg, eléggé egyedül vannak a térségben, mert a többi regionális szereplő, azok szépen beálltak az Egyesült Államok érdekei mögött, nem? Igen, így láthatjuk első ránézésre. Ugye itt Vietnám korábban, mint említésre is került, hogy Kínával szemben viselt háborút, szóval ebből a korszakból vannak azért még az idősebb generációnak emlékei, így nagy rész ennek is köszönhető, hogy próbálnak inkább egy ellensúlyozó szerep felfogásval adni saját maguknak. Viszont itt érdekes, hogy annak ellenére történt meg ez a kvázi összefogás Kína ellen a Fülöp-szigetekkel, hogy mind Vietnámnak, mind a Fülöp-szigeteknek egyébként vannak közös egymást átfedő területi követeléseik is egyébként az indo-óceáni térségben, és ezt Kínával szemben próbálják meg érvényesíteni az ENSZ-nél. Ez a Scarborough-zátony volt az egyik ilyen például, ami itt a bejátszásban hallható is volt. Ott Kína és a Fülöp-szigetek 2012 óta lényegében nem tud dűlőre jutni, hogy mégis ki az a terület. Igaz, hogy első hallásra egy kis zátonyról beszélünk, de jól láthattuk, hogy korábban már Kína ilyen szigetekre épített ki bázisokat, szóval ez potenciálisan fenyegetést jelenthet a Fülöp-szigetek és Vietnám, és egyébként a térség más kisebb országai számára is. Viszont a 16-os végzést Kína nem tartott a tiszteletben, az volt akkor az mondás, hogy mind a Fülöp-szigetek, mind Kína vonja ki csapatait a területről, ez mind a mai napig csak a Fülöp-szigetek részéről történt meg. Mi itt a legfontosabb szempont? A kereskedelem, a katonai erőmutatást, vagy esetleg visszahódítani az elvesztett területek, vagy ezek a vitatott területek, mi a legfontosabb szempont? Nézzük a sorrendiséget, szerintem az első az, hogy a kereskedelmi kijáratok Kínának ebbe az irányba mutatnak, a nagy kínai kikötők itt bonyolítják le a forgalmuknak a jelentős részét, tehát ezekbe az irányokba tartanak a hajók, kaptól a pinattól fogva, amikor ez egy szigetelő zónává válik, akkor ez a kereskedelem leáll. Nagy kérdés, ugye itt amikor beszéltünk Ausztráliáról, itt nemrégiben az új-zélandiak vetették fel azt a problémakört, hogy jó, most elkezdünk mérgesek lenni Kínával kapcsolatban, de akkor kivel fogunk kereskedni? Tehát mi fog történni mondjuk az ausztrál gazdasággal, mi fog történni a új-zélandi gazdasággal akkor, hogyha úgymond a Kínával való együttműködés fekete bárányát tesz majd mindenkit a térségben. Nehéz lesz mondjuk Pápuával ugyanazokat a technológiai vagy ipari vagy
vagy kereskedelmi teljesítményeket elérni, mint amennyit Kínával el lehetett érni, és ez ugyanez a kérdés vonatkozik, ugyanez a dolog vonatkozik a többi környező országra is, hogy Kínával nagyon jó együttműködést tudtak képíteni, eddig a win-win jelleg működött a kereskedelemben. De az egyik első fontos dolog, hogy ezek kijáratok, kereskedelmi kijáratok. A másik, hogy a területek amúgy nagy mennyiségű ásványanyagot tartalmaznak, ez azt jelenti, hogy például nagy lelőhelyek találhatóak a tengerben, és mindenki szeretné rárakni a kezét ezekre a nagy lelőhelyekre. Ezen kívül természetesen ezek a kicsi szigetek is, megerősítve, ahogyan a kínaiak csinálják, hogy szinte mű módon építik tovább ezeket a szigeteket, annak érdekében, hogy elférjenek rajta a leszállópályák, a különböző légvédelmi berendezések például, ezek ugye fontos kiinduló pontot jelentenek az adott térségnek az uralására, és nem véletlen, hogy nemrégiben hallhattuk, hogy például a bangladesi miniszterelnök azt állítja, hogy őt egy puccsal távolították el, mert az Egyesült Államok szerette volna megszerezni az egyik szigetcsoportot, hogy ott bázist tudjon kiépíteni, és hogy ő neki most emiatt kellett távozni, mert nem akarták ezeket a területeket átadni. Látható módon, hogy ezek a kicsi pontok, ezek a kicsi szigetcsoportok ugye kulcs pozíciókat töltenek be a dél-kínai tenger, illetve ennek a térségnek a további jövőjével kapcsolatban, és az Egyesült Államok törekszik arra, hogy ezeken a pontokon ő, vagy pedig vagy a szövetségesei jelenjenek meg, és tovább építsék a szigetlánc stratégia kapcsán ezt a védőzónát Kína körül. Washington szempontjából fontosabb ez a térség, mint Ukrajna? Én azt gondolom, hogy próbál Washington egyensúlyozni a két terület mögött, de én azt gondolnám, hogy Kína azért nekik inkább fenyegetést jelent, mint mondjuk Oroszország, és én így azt gondolnám, hogy az indocsendes óceáni térség azért nagyobb stratégiai jelentőséggel rendelkezik az amerikai nemzet biztonsági gondolkodás tekintetében. Itt jó, hogy szóba kerültek a kereskedelmi útvonalak a térségben, ugyanis itt, hogy említésre is került, jelentős kijáratok találhatók, itt a Malakaszorost érdemes például megemlíteni, illetve jól láthatjuk, hogy vannak olyan országok, amik jelentős ásványkincsekkel jelentkeznek, amik a zöld és digitális technológiákhoz elengedhetetlenek. Kína esetében beszélhetünk a ritka földfémekről, például Indonézia esetében a nikkelről, Ausztrália esetében LNG-ről beszélhetünk. Szóval itt nagyon fontos érdekek ütköznek és találkoznak a térségben, és itt Vietnámra annyiból érdemes visszatérni, hogy ugye az utóbbi években az amerikai és a kínai kereskedelem látványosan kezdett szétválni, viszont azt látni kell, hogy úgymond közvetítő konnektorállamokon keresztül, mint például Vietnám tipikusan ilyen, ezeken az államokon keresztül továbbra is folytatódik egyébként az amerikai és kínai kereskedelem, csak közvetítőkön keresztül. Szóval a szigetlen stratégia egyébként ebből a szempontból is fontos mindkét fél számára. Tehát Vietnám egyféle ázsiai Törökország, akkor lehet ezt a hasonlítani. Vagy közép-ázsiai, mint a közép-ázsiai országok is ügyesen a harmadik közvetítő félként jól keresnek azon, hogy olyan termékeket, nyugati termékeket jutnak el Oroszországba, amelyek amúgy nem jutnának el. A kazakoktól a tadzsikokon át láthatjuk ezt a jelenséget. Mindenki próbál megélni a piacon is a lehetőségeit, a földrajzi helyzetét, vagy a korábbi jó kapcsolatait megpróbálja jól felhasználni annak érdekében, hogy ez működjön, és úgy tűnik, hogy azért a nagy szereplők, ha az igazán komolyan lenne véve mondjuk a szankcióknak a rendszere, most ugye nemrégiben megjelent megint egy nagyobb anyag azzal kapcsolatban, mert még próbálták bizonyítani, hogy akkor a szankciók milyen jól működnek, miközben az látható, hogy ez nem sikerült se az orosz, se a kínai gazdaságra komoly hatást gyakoroljon. Ennek ellenére az látszik, hogy ha nagyon komolyan vették volna, akkor ezek a kerülőutak se születhettek volna meg, de úgy tűnik, hogy nem csak ezek a tranzitországok érdekeltek ebben, azért ott a küldő országoknál is meg kell jelenni valami fajta érdeknek, hogy bizonyos típusú, tehát bizonyos mennyiségű pénz már elegendő ahhoz, hogy ezek az elapadt csatornák újrainduljanak. Jó, és akkor a térségben van egy másik kérdés, ami talán még jobban okoz feszültségeket, ezt a végére hagytuk, most Tajvan kérdése következik.
A kínai szárazföldtől alig 4 kilométerre fekvő tajvani Csinmen-szigetek a szoros két partja közötti növekvő feszültség epicentruma. Az elemzők véleménye megoszlik a viszonylag kínai barátlakosságú sziget jövőjét illetően. Egyesek úgy vélik, hogy a sziget egyfajta tajvani Krimmé válhat, míg mások szerint a sziget kínai annektálása túl kockázatos lépés lenne Peking számára. Minden esetre Kína és Tajvan közötti feszültségek még mindig nagyon élénkek. Tajvanban épp tévéműsort készítenek egy kínai invázióról. A Zero Nap című sorozat, amelyet 2025-ben sugároznak majd, már is számos kritikát váltott ki az ellenzék egyes tagjai, úgy vélik, hogy a tajvaniak megijesztésére és pánikba ejtésére szolgál. Kína vezetője Xi Jinping pedig azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy megpróbálja rászedni Kínát Tajvan lerohanására, de azt mondta, hogy országa nem fogja bevenni a csalit, jelentette a Financial Times az ügyet ismerő személyekre hivatkozva. Tajvan azért kulcsszereplő és kulcskérdés a térségben, mert nagyon az élén van a chipgyártásban, ami ugye egy nagyon fontos szektor a hadipar fejlesztésében, és úgy tűnik, hogy az USA, meg az USA, tehát főleg az amerikaiak nem tudnak versenybe szállni velük. Miért, ez is kínai szempontból miért olyan fontos ez a térség? Itt nem csak a történelmi okokra kell felhívni a figyelmet, itt ugye említette is a chipgyártást, nem csak simán arról van szó, hogy nagyon jó technológiája van Tajvannak, hanem a világon a legfejlettebb technológiával rendelkezik chipgyártás tekintetében, sehol máshol nincs ez a technológia a tajvani cégeken kívül, és Kínának ebből a szempontból is fontos Tajvan, és szintúgy az Egyesült Államoknak, akiknek hagyományos szövetségese. És itt egyébként a védelemre visszakanyarodva egy kicsit, a költségvetésben emeltek a védelmi kiadásokon, habár nem olyan mértékben, mint amit azt kellene egy Kínával szemben, de folyamatos a védelmi költségvetésben az erre elkülönített összeg, de a chipgyártás az változatlanul fontos Tajvanon. Itt, ahogy említetted, a hadipari fejlesztések tekintetében is, és az Egyesült Államok éppen ezért próbálja Tajvant rávenni arra, hogy minél dinamikusabban emelje a védelmi kiadásokat, védelmi költségvetést, hogy egy potens erőt tudjon támogatni és Kínával szemben felépíteni. Alezredes úr, másfél percünk maradt. Chipgyártás, miért fontos ez? Ugye több modellezése is megtörtént már azóta, tehát több hadijátékot lejátszottak a adott szereplők azzal kapcsolatban, mi történik, amikor tényleg Tajvant egy invázió éri, és ugye ott sokszor azt a döntést hozták a szereplők, illetve ott a hadijátékban részvevő parancsnokok, hogy például le kell bombázni ezeket a chipgyárakat, nem szabad, hogy a kínaiaknak valamilyen úton, módon a kezére kerüljön. Az elmúlt időszakokban azt láthattuk, hogy szépen lassan, óvatosan az Egyesült Államok is megpróbál új üzemeket telepíteni, hogy valamilyen szinten függetlenítse magát a tajvani chipgyártást, és nemrégiben ugye Kína jelentkezett be azzal kapcsolatosan, hogy ő készen áll arra, hogy technológiai ugrásokat hajtson végre annak érdekében, ha kell az egész világ legfejlettebb chipgyártó nagyhatalmává lépjen elő. Tehát megvannak a térségben az új jelentkezők, akik átvennék Tajvannak az ilyen jellegű szerepét, és ez azt is jelenti, hogy a tajvaniak egy kicsit ilyetten figyelnek maguk körül, hiszen eddig maga ez a kivételezett pozíció, amit a chipgyártás biztosított a számukra, ez egyfajta védelmet is biztosított, és lehetővé tette számukra azt, hogy az Egyesült Államokat teljesen maguk mögött tudják. Akkor, amikor itt elkezdenek különböző szereplők, hogy az európaiban is új üzemek kezdenek épülni, amelyek a chipgyártásnak a fejlesztéséről szól, az Egyesült Államokban is, vagy például Indiában, ugye az elkezdi megbontani ezt a hegemon lehetőséget az ő számukra, és az pedig a védelmi lehetőségeiket is csökkenti. Ukics Ferencnek és Mihálovics Zoltánnak köszönöm szépen az elemzést. A kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, a felelős szerkesztő Nádori Teodora nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. Tartsanak velünk holnap után is a viszontlátásra, viszonthallásra.